Sok szeretettel köszöntöm benneteket, nagyon örülök, hogy eljöttetek. Engem sugárítjának, én a többieket közé ismeritek. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha nem úgy éreznétek magatokat, mint egy sajtótájékoztató, hanem abszolút kötetlenül beszélgessünk. Tulajdonképpen ez egy újdonság most a zenekar életében, ez a mostani délutáni összejövetel, ilyen még nem volt. És szeretnénk, hogyha egy picit jobban megismerhetnénk titeket, és ti is még jobban megismernétek a zenekar, a fiúkat. És készültünk nektek egy meglepetéssel, és ez a meglepetés, ez egy L4-es lapocska, amit most körbe fogunk nektek adni. Ezzel található 35 darab kérdés. A kérdés sok mindenre vonatkozik. Sopról, koncertekre, honlap, zenekar, tehát minden egyéb, ami fontos most a zenekar életében. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha erre őszintén válaszolnátok. A 35 kérdésnek felül örülnénk, hogyha ide a lapocska aljára esetleg olyat is felénáltok, amit nem található. Tehát értjük ezt, hogyha valami hiányosság van, vagy esetleg valami jó ötletetek van, amit szeretnétek, hogyha bevezetnénk. Na, köszönjük, hogy eljöttetek, és azért ez egy kicsit ez most másfajta közönség találkozó, mint ahogy szoktuk. Itt most tényleg erről van szó, hogy mi szeretnénk kérdezni tőletek, mert csak úgy tudjuk meg itt a... Mikor alakultatok? Ilyen fontos dolgokat kérdezni. Hogyha valaki ír egy levelet, hogy tudunk-e dedikált lapot küldeni, akkor arra a válasz mindig nem. Hogy akinek van ilyen dedikált lapja, az abban tudja jelezni azt, hogy én már voltam Hooligans koncerten. Szerintem... Igen. Tehát vele néha-néha sűrűn lehet olyan dolgokról beszélgetni, amit érzem, hogy nem dob be minden kell így a közösbe feltétlen, hanem csak így picit hátul kettem. Tessék, parancsok? Vannak ilyen privát szobák is. Nem úgy értek. Ennyi. Szóval mindenhányan abszolút kedves emberek. Nagyon sokat tanultam tőlük, az biztos. Sok mindenben változtam, de... mindenképpen csak előnyömre, szóval... Nagyon ciki végül. Lesz, hogy ma elbújtsod a Zsoltikától. Értem már! És bármi is ezt el tudnám mondani rólad. Tessék? Köszönöm. Igen, és a jó humorukat is szeretem mellük, főleg tényleg, mert tök jó humoruk van. Ugye tavaly kezdtem el ilyenkor. És... Nem mondták, hogy nem lehet inni egyáltalán, mert négy vizsgám volt, és az első kettőre nem jó állapotban mentem oda, úgyhogy a kérdésből is hármat láttam, nem hogy a válasz. Ez engem összezavart, és most már egy kicsit szüneteltettem a dolgokat. Lehet, hogy megint elkezdem. Úgyhogy ugyancsak azt tudom ismét üzenni mindenkinek, ha sikerül, akkor menekülje mindenki. Jó, de egyébként vezetek, hogy ilyen nagyon sem. Nem vezetek. Zsolt, neked a vezetés? De nem is szeretném, azért a város szívében, hogy használjam a budapesti közlekedési vállalatát, a feltételeket, lehetőségeket. Akkor minek csinálod a jól? Kaptam a jelenlét. Legyen. Nem szeretnék én majd autót, csak nem most. És mikor? Majd, hogyha szükségem lesz el, akkor... Egy hanem egy autókereskedőt tiszteltünk benne. Nem én, a férjem. Egy igazi autókereskedő. Jó, köszi. Szólok. Cápa kérdi, hol van most? Hát ő. Ismerjük ezt a típust. Azt, hogy a család alapításon már dolgoztatok. Családom. Jó, az erdőt tudjuk. Csipa, te? Családbeállításon dolgoztatok. Magam.
családtól. Nem győzteted őket? Tékenek be a sorba? Igen. Tudod, hogy... Gyakorolják rendszeresen, csak ők még azt az elvet vallják, hogyha szeretnének meginni egy pohár tejet, ahhoz nem vesznek feltétlenül egy tehenet.